Olvashattuk már az átlátszó.hu jóvoltából az E.ON gázüzletág megvásárlásának bizonyos részleteit, és a bíróság jóvoltából, mert hogy így lettek nyilvánosak ezek az adatok. Pessing Mária Zita az Élet és Irodalom legutóbbi számában pedig azt próbálta kideríteni, amivel én már fel is konferáltam önöknek ezt a beszélgetést az adás elején, hogyha tényleg akkora nagy sikertörténet ez a gázüzletág megvásárlás, mint ahogyan azt a kormány kommunikált az első perctől kezdve, akkor miért kellett titkosítani, vagy miért kellett titkolózni, miért nem lehetett elárulni ennek a sikertörténetnek a részleteit. Pessing Mária Zita a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na, mire jutott, hogyha a sikertörténet igaz, akkor miért titkoljuk a sikerünket? Vagy nem igaz a sikertörténet, akkor meg van mit titkolni. Hát áttanulmányozva mindazt, amit nyilvánosságra hoztak, és azért komolyan egy évig szenvedett vele az átlátszó, különféle bírósági fórumokon keresztül ment be, végül is a kúria döntése alapján lehetett nyilvánosságra hozni. Azt tudom mondani, hogy ez sikertörténet bizonyos üzleti köröknek, de hihetetlen nagy veszteség a nemzetgazdaság egészének. És pont fordítva van beállítva, úgy van beállítva az egész ügylet, hogy mindezzel a közjót szolgálták, ugye a nemzeti együttműködés rendszerében mindennek a tetején a közjó van, és kiderül, ismételten kiderül, hogy a közjó címszava mögött igazából magánérdekek húzódnak meg, egy bizonyos üzleti csoport érdeke húzódik meg. Az imént Hag Péterrel hasonló témákról beszélgettünk, hogyha bizonyos esetekben, tudom, ezt kérdezem meg inkább jogásztól, csak most egyszerűen még hatás alatt vagyok az előző témának beszélgetésnek, és nem tudok nem párhuzamot vonni. Hogy vannak bizonyos esetek, amikor a közpénzzel való, eleve az, hogy közpénz, nem közpénz a norvég alap, ez ugye megint a vita tárgya, közpénzzel való bármiféle vélt nem jó gazdálkodás, ugye az azonnal felveti a rendőrség szerint a hűtlen kezelésnek a gyanúját. Hát, hogyha valaki kormányzati szinten milliárdokat költ el, és az derül ki az iratokból, hogy ez valakiknek sikertörténet, de nem a köznek, hát akkor az meg minek a gyanúját veti fel? Ugye azért itt nagyságrendi különbség van a két téma között. Hát, de nem kicsi, persze. Igen, nem kicsi, mert a norvég alap, úgy emlékszem, ilyen 40-50 milliárdos, itt viszont 260 milliárd forintról volt szó. És úgy volt szó a 260 milliárd forintról, amennyiért mi megvettük a német cégtől ezt a két üzletágat, egyrészt a nagykereskedő, tehát a gáz nagykereskedőt, másrészt a gáztározókat, ami lényegében megegyezett azzal az árral, amit az E.ON cég, az eladó képviselt. És az E.ON cég egy olyan árat képviselt, amiben nem vették figyelembe, hogy a cégben, főleg a nagykereskedő cégben kockázatok vannak. Na most, ha nagyon jelentős üzleti kockázat van egy cégben, veszteséget termel ez a cég, annak az értéke, ez azért mindenki beláthatja, nem azonos azzal, minthogyha egy jó menő cégről lenne szó. Na de ezt nem vették észre, ez nem igaz. Hát ön is hivatkozik arra, hogy az MVM felhívta a kormány figyelmét erre. Igen, pontosan jelezték, mindenki igazából szakértői oldalról nagyjából le van fedezve. Ennek ellenére az a szándéknyilatkozat, amit 2012. novemberében Orbán Viktor aláírt az E.ON elnök vezérigazgatójával együtt, az a szándéknyilatkozat teljes mértékben megkötötte az árat, kőbevésetté tette az árat, amit azért nem értek, és innen kezdve gyanús az egész, hogy Orbán Viktor hogy fogadhatott el olyasmit, ami így fogalmaz, hogy hát ugye most még nem tudjuk, hogy mennyi igazából az üzleti érték, mert az E.ON nem engedett betekintést a szándéknyilatkozat aláírása előtt az üzletbe, tehát csak úgy becsülni lehetett, és a becsült érték egy évvel korábban olyan 380 millió euró volt, és mi ennek több mint a duplájáért vesszük meg, és írják be a szándéknyilatkozatba, hogy 875 millió euró
az eladási ár, és ezen nem lehet változtatni. Az EU megengedi a szándéknyilatkozat szerint, hogy miután már aláírtuk ezt, majd ha parafáljuk a szerződést, akkor jöhetnek és nézhettek ezt-azt, tehát üzleti értéket mondjuk reálisabb adatok alapján lehet majd értékelni, de ennek az értékelésnek az eredménye nem befolyásolhatja az adásvétel árát. Bizonyára ilyen ön is nincs. Vett már életében lakást vagy házat, igen. Valószínűleg a nézők többsége is. Tehát azért képzeljük el azt az egyszerű helyzetet, hogy kinézünk egy lakást vagy egy házat, és azt mondja az eladó, hogy ez 10 millió forint, de nem lehet megnézni. Már hogy mi? Nem jöhet be. De hogy hány szoba van? Nem mondom meg. Van pince? Nem mondom meg. Hát akkor itt a 10 millió, köszönöm szépen. Ez most jól modelleztem? Igen, modellszerűen, igen, nagyjából ez történt, igen. Még vissza lehetett volna lépni igazából. Fellegi Tamás idején, a Fellegi Tamás idején, igen, tehát ez nagyon érdekes, hogy ugye a tárgyalások a Fidesz kormány ideje alatt 2011 tavaszán indulnak, és akkor ad egy ajánlatot az EON 1360 millió euróra, ami hát egy horribilis összeg volt. Ugyanakkor a szakértők, ennek a negyedét mutatják ki a magyar szakértők. Az üzlet nem jön létre, akkor az EON azt mondja, hogy hát jó, ez egy szóbeli ajánlat volt, legyen 900 millió euró, lehet még követni. Igen. Erre azt mondja a Fellegi Minisztérium, hogy jó, hát ezt megadjuk, de azt az üzleti kockázatot, ami leértékeli, tehát hogy van-e benne pince, meg nem tudom én micsoda, azt ti oldjátok meg. Az üzleti kockázat abból származik, hogy van egy Gazprommal kötött szerződés, ez 2015-ig szóló szerződés, és ebben, hogy mennyit szállít a Gazprom, és milyen áron, ezt egyértelműen a Gazprom határozza meg. Na most minek utána a gázfogyasztás nagyon jelentősen lecsökkent Magyarországon és a világban is Magyarországon, és a gázárak is lefelé mentek. A Gazprom továbbra is a szerződés szerint itt kívánja hiába szállítani gáz, azon az áron. Igen, meg kell venni. Na most két dolgot tehet, aki megveszi, a nagykereskedő, vagy megveszi és veszteséggel tudja csak eladni ugye a piacon, mert kínálati túlsúly van, és egyébként is az ár, az kb. 30%-kal alatta van a piacinak ahhoz képest, mint amit ő vette, vagy pedig nem veszi meg, de majd később veszi meg, de egy 50%-os kötbért kell előre fizetni akkor is. Tehát hihetetlen nagy veszteség van előtt. Erre minimum azt mondja az ember, hogy nem látnék inkább ajánlott tárgyalót. Ebből akkor ki kellett volna lépni. Na most a fellegiék mennek, ugye, és egy... megszakadnak a tárgyalások, mert hát a Gazprom azt mondja, hogy, vagy az EON azt mondja, hogy hát ő ezt nem fogadja el, és akkor egy év múlva újra megszólal, mégpedig Orbán Viktor szólal meg egy augusztus végén ilyen értelmiségi összejövetelen, amik azt mondja, hogy pillanatokon belül megveszük a gázüzletágat, ezzel ott dicsekszik, és innen kezdve pörögnek föl az események, és innen kezdve történik az, hogy úgy vesznek meg valamit, hogy fogalmuk nincs igazából, hogy mit, illetve olyan áron veszik, amely ár azt feltételezi, hogy minden a legnagyobb rendben van és lesz. Tehát ezt be is írják a szerződésbe, hogy ez az ár, ami forintra átszámítva a 260 milliárd forintot jelentett akkori árfolyamon, hogy ez az ár csak akkor éri meg, hogyha valójában sikerül majd a Gazprommal új megállapodásra jutni. És van egy ilyen fogalmazás, ettől hát nem tudok szabadulni, hogy a magyar állam arra a megállapításra jutott, hogy a hazai és a nemzetközi gazdasági politikai környezetben olyan változások történtek, ami alapján nagy esély van arra, hogy a magyar fél számára kedvező szerződést fogunk majd a Gazprommal kötni. Nagy esély van. Na most semmi, azóta se semmi, és ugye mélyen hallgatnak, hogyha itt sikerült volna közben még az ukrán események előtt valami eredményt elérni, azt egész biztos, hogy nagy dobra verték volna. Hát és most pedig ugye egészen más
világgazdasági, világpolitikai helyzet van. Hát akkor esetleg lehet majd ezzel indokolni, hogy mi jót akartunk, volt is rá esély, de hát nem mi tehetünk az ukrán-orosz válságról. Viszont hogy miért kellett ez az egész, mert nyilván az ember, hogyha bármit olvas ezzel kapcsolatban, akkor folyamatosan csak ezt morogja az óra alá, de mi, de akkor miért, miért, miért? És erre gyakorlatilag Rogán Antal egy lapinterjúban megadta a választ, a rezsiharc miatt. Igen, Rogán ezt a parlamentben is elmondta, hogy hát hogyha ugye a mi tulajdonunkban van a nagykereskedő és a gáztározó is, akkor nekünk előnyösebb pozíciónk lesz a Gazprommal majd tárgyalni. Hát ami egy hihetetlenül naív feltételezés volt, és akkor nagyon jó hiszemű vagyok a megfogalmazásban, azért, mert azért a magyar vevő és az E.ON mint vevő között hát tízszeres nagyságrendi különbség van. Nem beszélve arról, hogy az E.ON valamikor a Gazprom részvényese is volt, tehát ott azért a kapcsolat sokkal erőteljesebb, sokkal határozottabb. És mindezt akkor mondja Rogán még 2012 őszén, amikor még a magyar-orosz kapcsolatok nagyon-nagyon rosszak. Hát emlékezzünk rá, hogy 2013. januárjában, amikor kint van Orbán Putyinnál, hát nincs közös sajtótájékoztató sem, tehát lefagytak teljesen a kapcsolatok, és hát csak ugye az újabb energiaügy, mert itt szerintem egy láncolatról van szó, a Paks, az, ami hát kicsit felmelegítette, vagy felforrósította, nem tudjuk még ebben, még nem látunk vele teljesen a magyar-orosz kapcsolatokat. Azt mondta a beszélgetésünk elején, hogy ez a sikertörténet valakiknek biztos siker, de nekünk itt élő embereknek, mivel a mi pénzünkről és a mi pénzünk elköltéséről van szó, nem sikertörténet. Ez egyáltalán kinek lehet siker, és milyen alapon? Hát ugye a korabeli, mert ez több mint egy éves történet már, a korabeli sajtóból azt lehetett kivenni, hogy a Fideszhez közeli üzleti köröknek az érdeke volt ez, de annyira irreális az a két cégért adott ár, ugye ez a 875 millió euró, és később készült becslések alapján ez mínusz előjelű, mínusz 800 millió euró az értéke ennek a két cégnek. Akkora a különbség, hogy itt valami nagyon nagy érdeknek kellett lenni, és a szándéknyilatkozat is olyan volt, ami hát hihetetlenül megalázott bennünket, amit Orbán Viktor aláírt. Tehát annyira egyoldalúan a német érdeket képviselte az a szándéknyilatkozat, hogy valami többletnek kellett lenni, és ez, ami izgat, én nem tudom megmondani, hogy mi volt ez a többlet, de hát ugye van azért fantáziánk, meg vannak üzleti példák, hogy mi az, ami megérte bizonyos köröknek, hogy csak úgy teszem föl, nem állítom, mert nem állíthatom, csak teszem föl. Azt mondja az E.ON, hogy jó, hát 875, adok belőle 10%-ot nektek. Hát ilyenekről mindig hall az ugye, ember, minden 10%-a, más. 20% az annyira bevett, és megengedett, és akkor még mindig nagyon jól jár az E.ON, és aki ezt megkapja, ez a 10%, ez 87, ez olyan 25-26 milliárd forint. Tehát azért ez már elég jelentős összeg, de ez csak egy feltételezés, mondom. Abszolút feltételezés, nem és tudom. Erről mindig hallani lehet, hogy nagy üzleteknél biztos nagy kenőpénzekről és jutalékokról, de soha senki nem látott és még egyetlen egy vizsgálják. Ilyen félért se. Hát ezt nem is lehet vizsgálni. Ezt nem is lehet vizsgálni, így aztán nem is tudjuk bizonyítani. Mindenesetre akkor továbbra is azt morogjuk itt az orrunk alatt, hogy de akkor miért? Hát ha egyszer majd kormányzati részről is valaki ad egy választ. Köszönöm szépen, hogy itt volt.